Én Luca Vilmos vagyok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkárságáról jöttem, és a szabad szoftverek lehetőségeiről fogom beszélni, hogy milyen lehetőségeket látunk a kormányzati informatikában. Ahogy az ágazatunk stratégiának tartott digitális megújulás cselekvési tervben is leírtuk, mi támogatjuk a nyílt forgáskódú megoldásokat. Hát, hogy mivel? Egyrészt azzal, ami az előző előadásban volt, másrészt azzal, ami a következő előadásban volt, illetve én is beszélek arról, hogy mivel foglalkozunk azon túl, ami ezekben hangzik el, vagy fog elhangzani. Mi célul tűztük ki azt, hogy a nyílt forráskódú eszközöknek az elterjedtsége növekedjen. Egy aktualitás, itt ugye előző előadásban elhangzott, hogy a tiszta szoftver azt üzeni, hogy esetleg a többi piszkos. Napokon belül meg fog változni ez a helyzet olyan értelemben, hogy mind a HUEDU, mind az OpenEDU fölkerül a tisztaszoftver.hu portára, tehát minden tiszta szoftver programról ezen a portálon lehet informálódni. Ez tényleg napok kérdése, hogy megjelenjen a tartalom. Ugye meghirdettük a nyílt forráskódon alapuló alkalmazások fejlesztésének támogatását is ebben a programban. Miért támogatjuk mi a nyílt forráskódot? Ennek azért egy minisztérium esetében kell, hogy oka legyen. Ugye egyrészt nagyon sokszor kritizálják a kormányzatot, hogy nem támogatja kellően a versenysemlegességet. Most mi szeretnénk, hogyha azt írtam, hogy egyenlő feltételeket biztosítsunk a nyílt és a zárt forráskódú termékek számára. Nyilván, hogy holnaptól, de még jövő évtől se garantálható ez. Ez egy hosszabb folyamat. Minden esetre mi elkötelezettek vagyunk, hogy ez a versenysemlegesség megvalósuljon. A másik, amiért nagyon fontos számunkra, a pazarlás megszüntetése. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy adott feladatra szükséges és elégséges eszközt kell biztosítani. És ugye akár a tiszta szoftver program, ami ugye a közös felsőoktatásban biztosítja a szoftvereket, akár a közigazgatás munkájához szükséges szoftvereknél hatalmas összegekről beszélünk. Tehát az megengedhetetlen, hogy fölül költségeljük ezt a szektort, és jóval drágább legyen, mint amennyibe a valóságba kerülnie kellene. Ugye egy egyéni vállalkozó, mondjuk egy köműves vállalkozó, annyira nyilvánvaló, hogy nem fog 30 millióért teherautót vásárolni magának, ha mondjuk havonta egyszer egy betonkeverőt arrébb kell vinni egy másik városba. Ezeket végig kell gondolni a kormányzat a közigazgatási szervezetek ellátásában is, és így kell biztosítanunk az eszközöket. Tehát megfelelő árérték arányra kell törekednünk. Azért, hogy saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy mit jelent a nyílt forráskód, a Infokommunikációs Államtitkárság ilyen pilot projekteket indított különböző helyeken, állami vállalatoknál, illetve közigazgatási szervezeteknél, ahol különböző szoftvereket, különböző
komponenseket teszteltek le. Nálunk is, mi is test közelből saját magunk kipróbáltuk, használtuk. Tehát a teljes infokommunikációs államtitkárság átállt egy időre a nyílt forráskódú open eszközökre. A többi szervezetnél különböző dolgokat próbáltak ki. Nem nagyon volt szükség pilotra, tehát itt több mint egy évtizede nagyon jól működnek kritikus helyeken is a Linux alapú operációs rendszer alapon működő szerverek. Tehát beszélhetünk itt adatbázis szerverekről, levelező szerverekről. Ezek nem kívánták meg, hogy ismételten bizonyítsák, hogy jól működnek. Ezekkel nincsen több probléma, mint mondjuk egy Windows szerverrel. Az Office alkalmazások. Ebben van a legnagyobb lehetőség, leginkább ugye a megtakarítások szempontjából. Amikor teszteltük, arra jutottunk, hogy tulajdonképpen a funkciók 95%-a hibátlanul teljesül ezekben a szoftverekben. Itt a OpenOffice, illetve a LibreOffice szerepelt a pilot projektekben leginkább. Azt is megállapítottuk, hogy egy közigazgatási átlagfelhasználónak nincs szüksége azokra a funkciókra, amik ezekben nincsenek benne. Úgyhogy ott van komoly gond, ahol vegyes környezetek vannak. Tehát ott konverziós problémák vannak, kompatibilitási problémák vannak, és ahol támadják az átállásnak a tervét, tehát hogy a közigazgatási szervek álljanak át, ott pont ez a probléma, hogy kap valaki egy Word állományt, betölti a mondjuk az Open Office-ába, és szétesik az egész, egy 30 oldalas dokumentumból lesz 6 oldal, az Excel függvény nem úgy működik. Ezt valamilyen módon meg kell oldani, és majd a előadásom második felében el is mondom, hogy milyen konklúziókra jutottunk ezzel kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy hosszabb távon is szükség van legalább a munkállomások 5-10%-án a Microsoft Office-ra. De ez természetesen a nyílt alkalmazás fejlesztésének az ütemétől függ. Tehát mondok egy példát, nem fog mindenki örülni neki. Itt a konferencia szervezők PDF-be kérték el a előadásomat, most éppen szintén PDF-ben, tehát nem egy ilyen prezentációs szoftverrel folyik az előadás, és én LibreOffice-be készítettem az előadást. Ezek után, mivel a céges gépemen nem volt PDF konverter, ezért áttettem PowerPoint-ba, és onnan generáltam ki a PDF-et. Tehát ha esetleg van itt fejlesztőnek képviselője, akkor fölhívnám a figyelmet, hogy nagyon hiányzik a Open, illetve LibreOffice-ból a PDF generátor. Ami még komoly versenyhátrányt jelent mondjuk a LibreOffice-nak, hogy a korrektúra, illetve a megjegyzés kezelés hát nem a legjobban használható. Tehát elég fapados még, ha csúnyán akarom mondani. Ezek nagyon fontosak a közigazgatás egyes területein. Tehát az a helyzet, hogy a szakhatóságok alapvetően a szakrendszereket használják. Tehát nekik azt gondolom,
tényleg a 95%-ban havonta egyszer írnak egy levelet, és a tabulátort jó esetben használják. Tehát bőven elég egy nyílt forráskódú OpenS eszköz nekik. Pont a minisztériumok azok, ahol például nagyon fontos a korrektúra jó működése. Én azt tudom, hogy azzal nem tud mit kezdeni a fejlesztő társaság, hogy a Microsoft Office nem adja át azokat a ODF kódokat, amiből vissza lehetne fejteni a korrektúrát, de magába az Open eszközbe ezeket mindenféleképp fejleszteni kellene. Úgyhogy azért mondom ezt a hosszú távon és 5-10%-ot, hogy a mai állapotában mondjuk egy LibreOffice, amit én használtam, az legtöbb feladatra alkalmas, hát egy 5-10%-ban nem. Levelező rendszereknél a Zimbrát vizsgáltuk meg több helyen használták. Elég jó tapasztalataink voltak vele. Itt is azt tudom mondani, hogy igazából azért, mert 1000 felhasználóból egy használ egy olyan funkciót, ami nincs benne, azért nem biztos, hogy mindez 1000 felhasználónak meg kell venni. És találkoztunk olyan funkciókkal, ami kimondottan szimpatikus volt, tehát amiben többet tudott akár az Outlooknál is. Egyéb alkalmazások is kipróbálásra kerültek, például a szolgáltatásmenedzsment támogató eszköznél ez a Open Source Ticket Request System, mert egyik közigazgatási szervezetnél jó tapasztalatok voltak. Az Alfresco-t ebben a pilotban nem próbálta ki senki, de tudomásunk szerint ez is jól használható. Egy portál szoftvert próbáltak, ott is pozitívak voltak a benyomások, illetve tapasztalatok, illetve az interneten több ezer, vagy több millió tapasztalat van. Tehát itt se nagyon kell bizonyítani ezen a területen, hogy az open source az megfelelő. Mik a következtetések? Ugye az egyik, hogy az intézmények elszigetelten nem tudnak átállni. Tehát arra nincs humán erőforrás, hogy ezeket a konverziókat, ezeket az ellenőrzéseket, tehát például kap az egyik, mondjuk átáll a X szervezet, az Y szervezet nem áll át, és arra, hogy az Y szervezettől kapott dokumentumot konvertálás után leellenőrizze, mondjuk hozzátegye azt a 23 oldalt, ami hiányzik belőle, erre nincs humán kapacitás nyilvánvalóan. Tehát a megoldás az, hogy biztosítani kell, hogy mindenki, ha kap egy mondjuk egy ODF formátumot, az kezelni tudja. Mi úgy gondoljuk, hogy a közigazgatás közép vagy hosszú távon a speciális területeket leszámítva képes lesz átállni nyílt forráskódú eszközökre. De az is igaz, hogy időt kell biztosítani az intézményeknek a technikai, oktatási, és én úgy gondolom, hogy leginkább a szemléletbeli változásra. Tehát az, hogy az állam ne fizessen feleslegesen olyanért, amit a felhasználók nem használnak. Tehát ha 100 emberből egy használ valamit, tudom, hogy a közigazgatásban ugye az a fontos, hogy ki hol ül, de ugye, hogyha a vezér titkárnője panaszkodik,
akkor szólnak, hogy a gazdasági igazgatónak, hogy na, azért csak kell ez a Microsoft Office, nem jó a nyílt forráskódú, mert mit tudom én, van egy funkció, amit a titkárnő nem tud használni. Én tudom, hogy így működnek a dolgok, de alapvetően ne az az egy határozza meg, hanem az határozza meg, hogy a 100-ból hányan használják a valóságban azt a szoftvert. Arra jutottunk még, hogy szükséges a kormányzati kötelezés. Ez ugye nem meglepetés, aki követi az eseményeket. Talán már a nyár elején a minisztérium részéről elhangzott, hogy dolgozunk azon hát nem jogszabály ez, hanem egy kormányhatározat, ami kötelezni a közigazgatási szerveket a használatra. Na most ez ugye a közigazgatásban egy jogszabály, vagy egy szabálynak a kiadása nem egy rövid történet. Hát minimum fél év eltelik itt a közigazgatási egyeztetésekkel. Most tartunk a legizgalmasabb résznél, most fog bekerülni a közigazgatási államtitkári értekezletre az anyag. Én úgy gondolom, most fog eldőlni ennek a ügynek a sorsa, olyan értelemben, hogy én abban bízom, hogy ez idén ki tud jönni a magyar közlönybe. Meglátjuk, de nyilván ígéretet én erre nem tudok tenni. Ezt így felolvasom, hogy mi a neve, tehát az egyes közigazgatási szervek által használt elektronikus dokumentumok formátumáról és nyílt forráskódú szoftverek használatáról szólna ez az elrendelés. És egyrészt köteleznénk a közigazgatási szerveket, hogy a egymás közötti kommunikációban az ODF-et kell használniuk, illetve a PDF az is elfogadott. Hát nyilván a tovább szerkeszthetőnél az ODF a megoldás. Illetve a közzétételnél is, tehát ne forduljon elő, hogy mondjuk kizárólag Word formátumban jelenjen meg egy űrlap. Tehát az űrlapokat is ki kell majd tenni ODF-be. Itt most nem beszélünk az egyéb megoldásokról, tehát például a kormányzatban elterjedt ilyen nyomtatvány kitöltőről, mert az egy speciális esete, ottan arról van szó. Valaki kitesz egy Word fájt, mellé kell tennie az ODF-et is, vagy a PDF-et is. És ami fontos lenne számunkra, ugye mi egyrészt a közbeszerzéseket is ellenőrizzük, másrészt a kormányzati informatikában ellenőrizzük a beruházásokat, tehát jóváhagyjuk a beruházásokat. Ha ez a tervek valóra válnak, amit szeretnénk, akkor minden egyes beruházásnál magyarázni kellene. Tehát azt, hogy a zárt forráskód műszakilag vagy gazdaságilag miért indokolt. Tehát nem az kellene, tehát igazából egy ilyen átfordulnánk egy másik irányba, magyarázza meg az a közigazgatási szervezet, támaszza alá tényekkel, hogy miért nem az olcsóbb megoldást válassza, miért kell neki a drágább. Nyilván nagy szervezeteknél előfordul, hogy nem megoldható az átállás egyik pillanatról a másikra. Tehát nem lehet azt gondolni, hogy akkor kijön a decemberben a kormányhatározat, és januárban átáll mindenki, és akkor majd milliárdokat spórol meg a kormányzat az első évbe. Ez nem tűnik reálisnak, de mi nekünk az a célunk, hogy ezt feltétlenül támogassuk.